Az ünnepi köszöntők után a zalaegerszegi pályázók ismertették az általuk elért eredményeket. A megyeszékhelyi gondozási központ több olyan programot valósított meg, melyek nagy népszerűségre tettek szert a nyugdíjasok körében. A zalaegerszegi programok közül szeretném kiemelni a tudásbővítő fórumot, mint időskori életvezetés segítő témákat feldolgozó munkaformát. Nagyon népszerű volt az időseink körében. A kezdetben informatikai, számítógépes és nyelvi lehetőségeket biztosítottunk, majd az újabb igényeknek a függvényében kiszélesítettük ezeket a területeket. Az időskor és ezzel összefüggésben a növekvő ápolási, gondozási szükségletek egyre nagyobb feladat elé állítják a társadalmat. A partnerek ezért kiemelten összpontosítottak arra, hogy helyi szinten adjanak válaszokat a szépkorúakat is érintő kihívásokra. Tulajdonképpen 6 esetmenedzser került felvételre, 3 Magyarországon és 3 Ausztriában, valamint kidolgozásra került egy olyan regionális modell, Győrben, Zalaegerszegen és Szombathelyen is, valamint Ausztriában is, amely a helyi specifikumokra reagálva tud segíteni az időseknek abban, hogy a szolgáltatásokhoz jobban hozzájussanak. Az esetmenedzserek tulajdonképpen generálni tudták azokat a folyamatokat, hogy az idősek életminősége javuljon. A projektben Győr, Szombathely és Zalaegerszeg mellett Ausztriát egy gleisdorfi és bécsi intézmény képviselte. A felszólalók egyetértettek abban, hogy a mostani összefogás tovább erősítheti a két ország együttműködését a minőségi szolgáltatás érdekében.